Köszöntöm Önöket! Ez itt az Echo Televízió új olimpiai műsora. Mivel tölti mindennapjait Janics Natasa, ki az a baraszk és mit várhatunk az ökölvívóktól az Európa-bajnokságon? Ha kíváncsiak ezekre a válaszokra, tartsanak velünk! Versenyzőből néző, Janics Natasa a Szegedi Világkupán töltötte szabadságát. Párosan szép az élet. Kovács Sarolta és Demeter Bence otthon és a pályán is tökéletes csapatot alkotnak. Harkivból Hamburgba az ökölvívó Európa-bajnokság első 8 helyezettje utazhat a világbajnokságra. Vízre még nem szállt, de már készül a visszatérésre. Janics Natasa is ott volt a Szegedi Világkupán, de még nem láthattuk versenyezni a háromszoros olimpiai bajnokunkat. 200 méter, 500 méter, 1000 méter, egyesben, párosban vagy éppen négyesben. Janics Natasát sok számban láthattuk már kajakozni. A Szegedi Világkupán is találkozhattunk Natasával, de ezúttal nem szurkolhattunk neki. Per pillanat vagyok csak itt Szegeden Világkupán, de egyébként kint dolgozok, Kínába edzőállást kaptam. Egy kicsit csere, egy kicsit pihenek ugye, versenyzéstől, de még akár vissza is. Natasa nem szakadt el a kajakozástól, de Magyarország helyett Kínában tölti mindennapjait, ami egy teljesen új helyzet a háromszoros olimpiai bajnok számára. Nem egyszerű egyébként kint élni, de van egy tolmácsom, aki mindenbe segített, kb. Nem mehetek vásárolni sem nélküle. De egyébként gyorsan tanulok, és egyre jobban feltalálom magam kint. A kínai az egyik legnehezebb nyelv a Földön, éppen ezért Natasa sem kezdett bele a tanulásba. Ehhez kell több év, és nekem csak egy évre van szerződésem, valószínűleg nem is folytatom, még nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de szeretnék ezt jó eltölteni, megnézni, hogy mit tudok, hogyha esetleg nem leszek versenyző hosszabb távon. Nagyon honvágyom volt, főleg, hogy sok barátom csak interneten keresztül tudtam elérni. Ott is egyébként nagyon nehéz, mert ugye Facebook le van tiltva, meg Instagram, meg ezek. Úgyhogy én le kell tölteni ezt a VPN-t, ezen keresztül nagyon bonyolult, sok időmet veszi el, és a kedvemet is egyébként az internetezéstől. De nehéz volt ez a része Kínában. Egyébként tehát nem olyan rossz, hogyha nincsenek céljaid, mint valamit elérni ott, mint edző. Nem csak a nyelv okoz nehézséget Natasának, egy teljesen más mentalitással kellett szembenéznie, de a kezdeti lépések után megtalálták a közös hangot. Ez sokkal könnyebb, mert csak mondani kell, hogy mit kell csinálni. Nem, egyébként nem olyan egyszerű az edzői munka, de az tény, hogy sokkal könnyebb edzőnek lenni, mint versenyzőnek. De azért sok dolgom van, mert sok dolgom lenne egyébként, hogyha Kínában hallgatnának rám, de az elején nagyon stresszes volt, mert én valamit akartam, de nem más oldalról nem akartak, úgyhogy ezt nagyon gyorsan elengedtem, ezt a fajta küzdés, vagy nem tudom. Nagyon nem szerette valamit félbe hagyni, vagy abba hagyni, úgyhogy ez nehéz volt. Azért Natasa sem hagyta abba az edzéseket, de az edzés érdemi része még várott magára. Kajak az egyáltalán nem, kb. 50 kilométeren van, de minden nap edzek legalább egyet. Van annyi szabad időm, hogy ezt meg tudjam csinálni, meg energiám, ugye. Úgyhogy kb. Kondizok, futok, esetleg elmegyek úszni, de hát úszás az nem edzésnek mondanám. Úgyhogy ez van kb.
van egy olyan bennem, hogy még szeretnék kajakozni, de ez attól is függ, hogy most ez menni fog, vagy nem fog menni, tehát ez a kérdés. Janics Natasa 3 olimpiai, 19 világ és 19 Európa bajnoki aranyat szerzett már eddig. Jelenleg edzői szárnyát bontogatja, de biztosak lehetünk benne, hogy láthatjuk még vízen, ráadásul itthon. Kovács Sarolta és Demeter Bence a kecskeméti világkupán is bebizonyította, hogy mennyire nyerőpárost alkotnak, de természetesen az ő életük nem csak a sportról szól. Egy boldog pár a házi kedvencükkel egy tópartján, egy hétköznapi jelenet nem hétköznapi szereplőkkel. Kovács Sarolta és Demeter Bence már 15 éve ismerik egymást, 10 éve kerülgetik egymást, és másfél éve együtt is laknak. A közös pont pedig nem más, mint az öttusa. Az otthoni összhang a pályán is megmutatkozik. A kecskeméti világkupán a mixváltójuk elsőként ért célba. Nagyon jól sikerült, hazai világkupa volt, főleg így számunkra. Én nagyon örültem, hogy dobogóra tudtam állni. Nekem ez volt ebben az évben az első leges célom, hogy amelyik versenyen indulok, a dobogó közelébe vagy dobogóra állhassak. Tényleg nagyon jól indult nekem is az évem. Persze nem annyira jó, mint a Bencének, azért az nehéz lenne felülmúlni, de én nagyon örülök, hogy így sikerült, és hát remélem, hogy ilyen lassan, de biztosan lépkedek előre. Saci egyéniben bronzérmet, Bence pedig ezüstérmet nyert a kecskeméti eseményen. Bence számára ez a sorozat még a Los Angeles-i arannyal kezdődött. Úgy álltam oda a kecskeméti versenyhez, hogy szeretnék újra a dobogó valamelyik fokára felállni. Nagyon izgatott voltam, hiszen hazai rendezésű verseny, ilyenkor mindenki próbál úgymond még jobban teljesíteni, a közönség előtt próbálja a legjobbját nyújtani, és szerencsére ugyanúgy, ahogy a Los Angeles-i világkupán, itt is remekül ment a vívás, bár az elején kicsit döcögös volt, de utána újra tudtam ugyanazt a formámat hozni, úgyhogy nagyon örültem neki, bár én egy utólag benne volt az első hely is, itt a lovagláson az a két fal sajnos az sokba került számomra, de így is elégedett vagyok vele. Saci és Bence tökéletesen kiegészíti egymást, ez kellett a győzelemhez is. Volt, amikor kicsit nehézkesebben ment, volt, amikor kicsit könnyebben, ugye Saci más habitusú, mint én kicsit nyugodtabb vagyok, jobban izgul, sőt jobban izgul az én versenyemen, mint én, úgyhogy néha ezt kezelni kell, de remek volt a munka együtt. Legfőképpen a vívásnál tudtuk nagyon húzni egymást, és igazából az volt a kulcsa a versenyünknek. Együtt otthon és együtt az edzéseken. A sportban és az élet többi területén is segítik egymást. Ez még a versenyeken is látszik. Nekem lelke nagyon sokat segít, mert a tudat, hogy ő kint van velem és ott van, és hogyha bármi van, akkor ő az az ember, akihez tudok fordulni egyébként is, és ez engem megnyugtat. Szóval nem szokott az olyan dolog lenni, csak annyi elég nekem, hogy ránézek, jó, ott van, és akkor csinálom a dolgomat. De mint a Bence elmondta, hogy nem tudom, hogy én az ő versenyén mennyire zavarom egyébként, mert tényleg nagyon izgulós típus vagyok, és én jobban izgulok az ő versenyén. De mint említett a Los Angeles-ben, én az utolsó kört ezt kb. Végig futottam vele. És üvöltöztem vele, hogy nyerje meg, és hát nem tudom, nem merem ilyenkor visszanézni magam, mert ilyenkor nagyon beleélem magam, és nagyon üvöltözök. Lehet, hogy Saci látványosabban támogatja Bencét, de természetesen ez visszafelé is igaz, még akár az edzéseken is. Próbálok azért vigyázni rá, úgymond, mert néha elszalad vele a ló. Igen, és pont ezen az edzésen éppen olyan magasságokat próbált ugratni, amit még előtte nem nagyon csinált, de szerencsére ő is és a ló is nagyon jól tudta a dolgát. De attól függetlenül én is nagyon izgulok az ő versenyén, mindenben próbálom segíteni. Az életük nagy részét a sport és az edzések teszik ki, otthon azért megpróbálnak elszakadni az öttusától. Ez elég nehéz, mert
Hát azért mindig szóba jön, meg azért otthon is megbeszéljük. Hát hiába vagyunk egész nap együtt, azért este otthon átbeszéljük az edzéseket, a következő napot, és hát ugyebár ezt csináljuk, ez az életünk, ez a munkánk, úgyhogy rendszerint az ötösáról beszélünk, illetve a versenyekről, illetve otthon is azért próbáljuk kitalálni, hogy lehet ezt a legjobban csinálni. Talán a legjobb figyelemelterelés Barack, a 3 éves mopsz, akivel kiegészülve egy kis családot alkotnak. Nekem nagyon sokat segít Barack, most már lassan 3 éve, hogy velem, illetve velünk van. Nekem tényleg egy ilyen feltöltődést, és én annyira szeretem és ragaszkodom hozzá velem azért, ha nem is mindegyik edzésre, de az edzések többségén ott van. És nagyon jól viselkedik, úgyhogy egy jobb kutyát nem is kívánhatnánk. Tényleg, míg én edzem, addig ő ott fekszik és pihen, és várja, hogy mikor lesz vége az edzésnek, és az edzés után megjátszunk, és ez nekem így nagyon jó, hogy tényleg megcsinálom az edzés, és utána egyből egy ilyen boldogság hormont kapok, és tényleg együtt játszhatok vele. Igaz, Barack első gazdája Saci volt, de immáron másfél éve együtt is laknak így hárman. Bencének is kijut a gondoskodásból. Próbálok segíteni Sacinak a Barack gondoskodásáról. Hát legtöbbször én viszem rá reggel, meg este. Meg délben. Nem, azt általában te szoktad. Ezért kiveszem a részemet ebben a munkában, és szerintem nagyon jó kis nagy idézővel családot alkotunk. És nagyon örülök, hogy így velünk van, remek kis kutya, abszolút, ahogy mondta, engem is feltölt, és többször, minél többet próbálunk együtt lenni, bár ugye nagyon nehézkes, mert versenyek, edzések, edzőtáborok vannak, ilyenkor azért a Saci szülei segítenek és gondoskodnak róla. Saciék már a családbővítésen gondolkodnak, egy új családtag érkezését tervezik. Én szeretném már egy jó ideje, hogy legyen egy társa, hogyha nem is vagyunk itthon vele, akkor sem unatkozzon. Illetve szerintem, ahol egy kutya elfér, ott kettő is, de ha bár, ha így nézzük, ahol kettő, ott három, szóval lehet, hogy nem lesz megállás, de én egy társat mindenféleképpen szeretnék neki. A családi idillnek szerves része a sport. Az év második felében még többször is láthatjuk versenyezni a fiatal pár tagjait. Jövő hétvégén lesz az országos bajnokság, ahol szeretnénk mindenképpen, szerintem mind a ketten a dobogó legfelső fokára állni. Nekem van egy kisebb sérülésem, ami miatt ezen a héten nem tudok edzeni, így mindenképpen nehezebb lesz ott jobban teljesíteni, de már nekem ez nagy vágyam, hogy nyerjek egyéni vagy országos bajnokságot, ebből nem tudom, 3 vagy 4-szer volt a második, és ezután lesz egy edzőtábor Tatán, 2 hetes, majd megyünk a világkupa döntőre Litvániába, és akkor július közepén lesz az Európa-bajnokság, meg augusztus közepén pedig a világbajnokság. Saci 2016-ban világbajnoki címet ünnepelhetett, amit természetesen szeretne idén megvédeni. A napokban volt pont egy éve, hogy világbajnok lettem tavaly, és hát így a Facebook feldobta a régi emlékeket, úgymond, és megnéztem pár videót, és még mindig nagyon-nagyon jó érzés volt, és hihetetlen volt befutni akkor. Hát címvédőként érkezem, hát nagyon jó lenne megvédeni a címemet, tehát arra készülök. Persze úgy fogok odállni, hogy mindegy számba kihozom, amit tudok. És természetesen nem csak külön-külön, de együtt is láthatjuk még őket éles helyzetben. Én bízom benne, hogy az Európa-bajnokságon vagy a világbajnokságon szerepet kapunk váltóban, és hogyha igen, akkor ezek egy együtt, remélem. Várom már, mert nagyon jó emlékeket idéz fel bennem ez a verseny. Ugyanúgy erőt tud adni nekem újra, úgyhogy szerintem mindenképpen meg tudjuk ismételni ezt a teljesítményt, akár a világkupa döntőn, EBVB-n, vagy éppen most nemrég kaptunk egy hírt, hogy szeptember elején egy ilyen meghívásos versenyre meghívtak minket, egy ilyen mixváltóra. Úgyhogy nagyon várom, és szeretnék ugyanúgy a Sacival dobogó legfelső fokára állni. VSB sikerek után Európa-bajnokság. A magyar ökölvívó válogatott 2 hét múlva utazik Harkivba, a kontinens viadalra. Yeah.
Már csak 2 hét. A magyar ökölvívók az ukrajnai kontinens viadalon bizonyíthatnak. A csapat egyik húzó embere Harcsa Zoltán, aki nem csak az eddigi eredményei, de a hozzáállása miatt is kiérdemelhetné ezt a pozíciót. Egyelőre elég jó formában érzem magam, ugye ez még csak a 3. hét itt az edzőtáborban, úgyhogy most még feltöltve érzem magam. Ha ezt mondjuk egy hét múlva megkérdezik, akkor nem biztos már, hogy ilyen jókedvűen fogok válaszolni, ugye a sok edzésnek köszönhetően, de jelenleg nagyon jó formában érzem magam. Zoli nem szereti a tatai edzőtáborban töltött heteket, de a célok eléréséhez szükség van a felkészülés ezen szakaszára is. Nem tartozik a kedvenc helyeim közé ugye Tata, de hát ugye sajnos ez a központi edzőtábor, ezt kell elfogadni, úgyhogy valahogy remélem az utolsó 3-4 napban majd hozzászokok ehhez a légkörhöz. A riói olimpia óta ez lesz az első világverseny, ahol Zoli is ringbe lép. Én egy nagyon jó ökölvívást várok magamtól, és hogyha ezt tudom hozni, ezt a jó ökölvívást, akkor igazából bármilyen eredmény összejöhet. A riói olimpián nem sikerült véghez vinni a terveit, ami miatt egy nehezebb időszak következett. Konkrétan egy fél év kellett, mire el tudtam hinni azt újra magamról, hogy igenis van keresnivalom az ökölvívásban. Úgyhogy igazából igen, fél év kellett ehhez a gondolatmenethez. Egy könyök műtét után újra visszatért a ringbe. Több győztes meccsel a háta mögött utazhat a kontinens viadalra. Sok öröm volt, hála jó Istennek, tehát azért ugye majdnem az összes mérkőzésemet sikerrel abszolváltam, úgyhogy tényleg rengeteg öröm volt, hogy nem hagytam abba az ökölvívást és visszatértem. Adott egy olyan biztonságérzetet nekem, hogy ugye az 5x3 percből visszatértünk a 3x3-ba, és nagyon jól bírtam, mind fizikálisan, mind szellemileg, mind mindenhogy. Úgyhogy ez egy nagyon jó alapot adott ahhoz, illetve a következő Európa-bajnoksághoz. Zoli a riói olimpia előtt kezdett együtt dolgozni Balzsai Károllyal. Mára teljesen összeszoktak, és zökkenőmentesen megy a közös munka. A német vonalat nem nagyon éreztem, viszont a profizmust azt már igen. Tehát a meccsek előtti felkészülés, a ráhangolódások, ugye a meccs előtti mozgások azért az, tehát inkább a profizmus felé próbált valahogy elvezetni, ugye a VSB-nek köszönhetően, és tehát tényleg rengeteg új dolgot hozott nekem. Élvezetes, minden nap új dolgot tanulok, minden nap új dolgot látok, minden nap új dolgot csinálunk, úgyhogy sosincs kétszer ugyanaz az edzés. A válogatott másik oszlopos tagja Vadász András lett, aki Bacskai Balázs profivá válása után szeretne egyeduralkodó lenni ebben a súlycsoportban. Lassan az utolsó fázisba tartunk, most már kezdünk felpörögni. Eddig ugye erőálló képességi feladatok voltak, kicsit többet futottunk, kicsit többet erősítettünk. Most már azért kezdünk átmenni a dinamikus szakaszba, szóval már lassan a végén járunk. Harcsa Zoltán után Vadász Andris is kipróbálhatta a VSB-t, azaz a World Series boxing mezőnyét. Nagyon hirtelen jött, szóval elsősorban így nem is tudom, meglepődöttség volt bennem, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen hirtelen meg így a semmiből fognak szólni. Hát beültem kereszt mellé az autóba, és kérdezte tőlem, hogy vagány vagyok-e, és mondtam, hogy hát persze, miért ne, és akkor megkérdezte, hogy miért biztos vagyok benne, hogy vagány vagy, hogy mennyire vagyok vagány. Hát és mondtam, hogy hát lehet, mert miről van szó, és akkor elmondta, hogy az a VSB. Az angolok megkeresték a szövetséget, hogy szükségük lenne egy 69 kilós bonyósra, és akkor a szövetség meg rám gondolt, és akkor hát mondtam, hogy mehet. Igazából sokat nem, úgy éreztem, hogy sok veszítenivalom nincsen, mert akkor a felkészülésben nem voltunk még, mert nagyon az elején tartottunk, de úgy gondolom, hogy butaság lett volna ezt kiadni. Ezen a gálán kicsit belekóstolhatnak az ökölvívók a profik világába. Szenzációs dolgot boxolni, igazából félmeztelen, akkor újságírók látni, ott riporterek, minden nagyon nagy dolog. Meg tényleg ott felvonultunk a mérkőzés előtt, és úgy érzi az ember magát, hogy sokkal komolyabb bunyosnak, szóval, hogy már eljutott egy pontra, ahova nem mindenki jut el. Úgy mondom, szóval úgy, hát más, teljesen más, igen. Szóval nem, már közelít a profi boxhoz, szóval nem amatőr, hanem tényleg már profizmus van ott. Általában én úgy szoktam, hogy az első menetet kicsit elhalszom, és a második menetben nagyon jó vagyok, és a harmadik menet végén meg már kicsit kezdek elfogyni a meccs végére. Na hát és itt is úgy volt, ugye jött a harmadik menet, és hát a második menet szünete, és még volt 3.
nem az utolsó menet. Mert ott a harmadik, negyedik menetből ott meg is szenvedtem, ott éreztem is, hogy hát ez nem három menet. Aztán sikerült az ötödik menetből valahogy összeszednem, hallgatni Karasznak a taktikai utasításaira, és összeszedtem, kicsit megpróbáltam fölkönnyülni, és így kiboxolni a srácot. A VSB-s siker egy nagy adag lendületet adott Andrisnak a közelgő Európa-bajnokságra. Elsősorban önbizalomban nagyon, talán előlétbe is, mert hát ugye őt már boxolni azért nem egyszerű, de önbizalomban meg fejbe úgy gondolom, hogy erősített nagyon. Tényleg ezt meg tudtam csinálni, azért nem egy nagy edzés munkával, akkor úgy gondolom, hogy három hetet is le fog tudni boxolni az Erdőn. A magyar csapatban több fiatal is helyet kapott. Hámori Ádám mindösszesen 23 éves. Mindenképpen szeretnék egy jó teljesítménnyel előállni. Nyilván ez függ attól is, hogy milyen sorsolást kapunk majd, de én azt gondolom, hogy még ebbe a két hétbe csiszoljuk a dolgokat, és azt gondolom, hogy egy jó eredmény kijöhet az EB-n. Az Európa-bajnokságnak van plusz egy tétje. Az első 8 helyezett kvalifikálhatja magát a szeptemberi hamburgi világbajnokságra. Volt már egyszer egy ilyen, ugye 2015-ben az Európa játékokról az első 3, utána ugye az EB-ről az első 8 juthatott ki a világbajnokságra, tehát ugye már oda is kvalifikálni kellett magunkat, úgyhogy igazából engem az, hogyha teher alá helyeznek, akkor az egy nagyon jó pluszt ad, igazából akkor teljesítek igazán jól. Azért minimális nyomást persze érez az ember, az első 8-ba be kell verekedni ahhoz, hogy a VB-re kvalifikáljunk. Ez már korábban is, tehát az előző VB-n is így működött, oda sajnos nem sikerült kijutni, most bízom benne, hogy sikerül. Biztos vagyok, hogy kemény mezőnye gyűlik össze, talán megpróbálnak a többi ország is megpróbál kicsit fiatalítani, sokan elmentek a nagy bunyósok közül profinak, úgyhogy valószínűleg egy új, friss mezőny fog összeállni. A tét nem kicsi. Ha Harkivban jól teljesítenek ökölvívóink, akkor egyenes az út a hamburgi világbajnokságra. Mai adásunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, két hét múlva a szokott időben várjuk Önöket. Viszontlátásra!